Az Egyesült Államokban Biden elnök új politikai kezdeményezéssel fémjelezte a Földnapját, amely 7 milliárd dollár állami támogatást is tartalmaz, közel 1 millió közép- és alacsony jövedelmű település napenergia projektjéhez. Az elnök azt is bejelentette, hogy 2000 munkahely nyílt meg az amerikai klímavállalaton keresztül, ami egy zöld munkahelyi képzési program. A kormányzat a földhete alatt vázolja fel a klímapolitikáját. Ahogy a tiszta energia célok lendületet vesznek, nem várt következményekre utaló figyelmeztető jelek is vannak. Például az a kockázat, amit a partmenti szélerőművek jelenthetnek a parti településekre és élővilágra. Tudósításon következik a zöld megoldás hátrányairól. Mintegy 43 kilométerre az Atlanti-óceán partjától itt Virginia Beach-en épül az ország legnagyobb szélerőműve. Ezt a gyönyörű kilátást igen gyorsan leváltja majd mintegy 200 szélturbina, amiről az itteniek elmondása szerint a Dominion Energy állítólag hazudott, amikor először mutatta be számukra a projektet. Hazudtak! Ennyi az egész. Hazudtak. A parton a munkálatok közelében lakók elmondják, hogy fogalmuk sem volt arról, mennyit fognak szenvedni a szélerőmű építésétől. Szó szerint őrületbe kergetnek minket. Számomra ez kínzás. Már 3 hete folyamatosan gyötörnek. Szó szerint egy emberi hangvillává változtam. Az itteniek szerint a házak alapjai is megrepettek. Legalább 4 hónapja tapasztalom, hogy remeg a házunk, nagy zaj van, éjjel felébredünk rá. Lesznek még ellentétek, és ezért szeretnénk ilyen találkozókat rendezni, ahol a közösség is elmondhatja a panaszait. Az építkezés még hónapokig tart, és végül mintegy 200 turbinát raknak össze az óceánban. Ez egy a 6 projekt közül, amit a Biden kormány jóvá hagyott. Amerika mintegy 190 szélerőmű felépítését tervezi országszerte minden partvonalon, és a nagy tavakban is terveznek turbinákat. Ezen felül nagyon aggódunk a turizmus és az ingatlanok értéke miatt is. Joe Born a Sanford Beach-i részen él, de közelről figyeli az itteni Dominion projektet, amivel szeretné, ha a szomszédai megismernék azt a projektet, amit az ő környékükre is terveznek, egészen az észak-karolinai Kitty Hawkig. Még ha ezeket távol is építik a parttól, még 45 kilométerre is látszanak egy tiszta napon. Látható, ahogy forognak. Maine-től Dél-Karolináig az energetikai minisztérium hatalmas területeket jelölt ki a nyílt óceánon a partmenti szélerőművek számára, és a tervek szerint az itt generált energiát hatalmas kikötővárosokon keresztül hoznák vissza a szárazföldre. Virginia Beach központként szolgálna, de ahogy az iparág dübörög, jogi kihívásokkal is számolhatnak. Azt állítják, hogy egy bálna sem pusztult el eddig a munkák miatt. Holott rekordszámú bálnát sodort partra a víz. Sterling Burnett környezettudós, a Heartland Intézet munkatársa, amely pert indított a virginiai partmenti szélerőmű projekt mögött álló szövetségi hivatalok ellen, a ritka bálnákat érő fenyegetés miatt. 176 turbinát terveznek a földbe sülyezteni pont a bálnák vonulási területén. A keleti parton rekordszámú gyanús bálna elhullás történt. November óta legalább 1 tucat bálna pusztult el, de a Dominion Energy azt állítja, nem felelősek ezekért az esetekért. Szerintem ideje megállni és megnézni ennek a projektnek a hatásait, mielőtt további projektekről hoznak döntéseket. Floridában elfogadtak egy törvényt, amely megtiltja a partmenti szélturbinák telepítését, illetve a szárazföldön a parttól 1 mérföldön belül. A törvényt kezdeményező szenátus célja, hogy megvédje az élővilágot és csökkentse a zajt. Mindez azután történt, hogy a Virginia Beach-i közösség szót emelt, hogy nem hallgatták meg őket az ország legnagyobb szélerőmű projektjének elfogadásakor. Brody Carter, CBN News, Virginia Beach.